17. alkalommal rendezték meg azt az ökumenikus adventi jótékonysági estet a Szent István Művelődési Házban, amely évről évre határon túli magyar intézmények támogatását szolgálja. A bensőséges hangulatú gálán neves művészek, szólisták, együttesek és kórusok fellépésükkel erősítették meg segítő szándékukat. A találkozó ismét lehetőséget adott arra, hogy a különböző keresztény felekezetek együtt cselekedjenek a jó cél érdekében. Ebben az esztendőben a nagyszabású adventi jótékonysági est bevételét, közel 800 ezer forintot két anyaországon túli magyar közösség, a kárpátaljai Ráti Szent Mihály Gyermekotthon és az erdélyi gyulafehérvári református egyházközség javára ajánlották fel. Ez a perc, ez az este arról szól, hogy nem csak arról beszélünk, hogy mi keresztények vagyunk, hanem meg is mutatjuk cselekedettel. Tudunk áldozatot hozni egymásért, tudjuk egymást szeretni cselekedetekkel, tudunk egymás megmaradásáért valamit tenni, és ez jó dolog, ez bennünket is megerősít, akik ide-haza vagyunk, de megerősíti a határon túli magyarokat is. Én hálás vagyok, és köszönöm mindazoknak az áldozatát, akik eljöttek ma este, és velünk együtt ünnepelnek, velünk együtt segítenek. Sokan gyűltek össze a Fogyatékosság Világnapján Székesfehérvár belvárosában azért, hogy átöleljék egymást és az országalmát. Az Ölelés az Elfogadásért elnevezésű program kolléganőnk Kovács Szilvi kezdeményezésére jött létre. A célja, hogy felhívja a figyelmet arra, mindenki értékes. A jelképes ölelés után a fogyatékkal élők birtokba vették az adventi színpadot, ahol ünnepi műsorral szórakoztatták a közönséget. A polgármester köszöntőiben a közösség erejét hangsúlyozta. Aki jár ilyen közösségekbe, az biztos vagyok benne, hogy visszaigazol, ha azt mondom, hogy hihetetlen őszintességet és szeretetet lehet tapasztalni. És ezt az őszintességet és szeretetet szerintem adventben átadni, az azt hiszem, hogy tényleg pont ennek az időszaknak egy szép lehetősége. 22. alkalommal rendezte meg a Vigyázó Kéz Gyermekvédelmi Egyesület hagyományos télapóváró programját. A szombat délelőtti rendezvényre a lakás- és gyermekotthonokban nevelő és örökbefogadó családoknál nevelkedő gyermekeket és a volt állami gondozott fiatalokat várták, így itt találkozhattak azok a testvérek is, akik külön nevelőszülőkhöz kerültek. A testvér találkozón több mint 30 testvérpár láthatta újra egymást. 42 településről érkeztek, a logisztika az elég nehéz volt, tehát a gyerekeknek utaztatni kell, kísérőkkel több helyen nem tudtak biztosítani. A télapó várunk az elmúlt két évben a vírushelyzet miatt nem lehetett megrendezni, úgyhogy most nagyon nagy az érdeklődés. Olyan gyerekeink is vannak, akik már nagykorúak, de fogyatékkal élnek, és ilyen szociális otthonba kerültek, úgyhogy Tápióbicskétől elkezdve Martonvásárig őket is meghívtuk, mert úgy gondolják, hogy még itt a helyük.